Daniela Kapitányová hét szépség címet viselő beszélgetőes sorozata a hetes lakótelepen működő Szinyei József könyvtár egyik sikertörténete idén is. Szép és tartalmas találkozások színtere. Idén is folytatjuk az estjeinket, csak egy kicsit stílust váltottunk. Még tavaly a hét szépségestek elsődlegesen az élet gyönyörű pillanatairól szóltak, idén ezeket a szépségeket a tudományossági, a sport és a művészi élményekben elevenítjük meg. A jelenlegi beszélgetésnek az immunológia hét szépsége a fő témája, és nagy öröm számomra, hogy a témáról városunk legendás immunológus szakorvosa, dr. Hadvabová Szvetlana beszél. Eredetileg az ortopédiával szeretett volna foglalkozni, végül mégsem e felé a szakterület felé vezetett a kelet-szlovákiai Koromlak településről származó orvos útja. A Magas Tátra vonulatai közt fekvő új szép lakon szolgált, de dolgozott egy rövid ideig Indiában is. Végül a sors mégis Komáromba terelte, ahol ő az egyedüli immunológus-allergológus szakorvos. Több mint 20 000 páciens szerepel a nyilvántartásában. Az immunológia világa lenyűgöz, egykoron orvosi berkekben a belgyógyászatot emlegették mindig a medicína királynőjeként, ám én személy szerint azt gondolom, hogy ez épp az immunológia, mivel az minden orvosi tudományterületben jelen van. Ez egy kulcsfontosságú tudományterület, mely azt vizsgálja, hogy átvészelünk-e valamit, és ha igen, akkor hogyan. Az immunrendszer feladata az, hogy fenntartsa a szervezet homeosztázisát és integritását a túlélés érdekében, így az minden egyes szervrendszerre kihat. Az immunitás tulajdonképpen ellenálló képesség, melynek működését a szervezettel együtt kifejlődő sejtek és szervek biztosítják. Minden élő szervezetnek van ellenálló képessége, nem csak az embernek. Azért van, hogy megvédjen bennünket a ránk leselkedő ellenségektől, különbséget képes tenni az között, ami a sajátunk, és az között, ami idegen. Tehát végül is ez az immunológia három feladata, felismerni az ellenséget, különbséget tenni a saját és a nem saját között, és emlékezni rá. Úgy gondolom, hogy ezt nem mindenki értelmezi pontosan, mert gyakran jönnek a betegek azzal, hogy nulla az immunitásom, vagy biztos vagyok abban, hogy gyenge az immunitásom. Olyankor szoktam azt mondani, hogy akkor bizony, ha az immunitása abszolút nulla lenne, akkor az élete első fél évét sem élte volna túl, és bizony egy napot sem tudna túlélni, hiszen naponta támad meg bennünket milliónyi mikroorganizmus, baktérium, vírus vagy parazita. Ezek megpróbálnak bejutni a szervezetbe és megtelepedni a testünkben, mert megfelelő a hő, a nedvesség és az energiaforrás a számukra bennünk, és nagyon szívesen élősködnének a sejtjeinken. Azt látjuk a vírusok sejtjein is, amelyek a légutaink sejtjein keresztül képesek bejutni a szervezetünkbe, hogy nem az az elsődleges céljuk, hogy elpusztítsanak bennünket, hanem az, hogy számukra alkalmas helyen tudjanak létezni, szaporodni és átörökíteni a genetikai állományukat. Számos immunrendszeri rendellenesség létezik, és Hadvabová doktornő ezekről részletesen és készséggel tájékoztat. Amikor gyakoriak valakinél a légúti, a nőgyógyászati, a húgyúti fertőzések, vagy ha a szervezet túl heves reakciót produkál hétköznapi jelenségekre, akkor vagy alacsonyabb a sejtek száma, vagy a sejtek közötti kommunikáció nehézkes, vagy a vérkeringésünkben áramló antitestek egyensúlya bomlott meg. Sokszor érkeznek hozzánk a páciensek olyan elvárásokkal, amelyeket mi nem tudunk teljesíteni. De mi sem vagyunk mindenhatók, csak épp egy bizonyos tudás birtokában vagyunk. Azok, akik eljöttek a Hadvabová Szvetlana doktornővel folytatott beszélgetésre, nem csak számos új ismerettel gyarapodtak, hanem egy rendkívül kellemes beszélgetés élményével is. A következő hét szépség egy hónap múlva számít a figyelmükre, a Szinyei József könyvtár 7. lakótelepi főépületében. A házi asszony akkor is majd Kapitányová Daniela író, publicista, színházi rendező lesz. Mindig is szabályosan lenyűgözött a tudományok világa, és talán egy kicsit magam miatt is választottam most ezt a témát, mert nagyon-nagyon érdekel, és biztos vagyok benne, hogy látogatóink figyelmét is lekötötte a beszélgetés.